Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm Paletta Kulturális Magazinunk valamennyi nézőjét, két témával készültünk önöknek. Nagy sikerű koncertet vezényelt Székesfehérváron a Reformáció 500 emlékév keretében Medvecki Ádám. A próba folyamatok során beszélgetett vele Vaklár Lajos kollégám a reformáció és a zene kapcsolatáról. Egyéb dolgok között, amivel az embert megörvendeztetik, gyönyörűséggel látják el, legelső, de legalábbis a leghasznosabb a zene. Kálvin Jánost idézem ezzel, és azt gondolom, hogy amikor a reformáció 500. évfordulójára emlékezünk Lutherra, Kálvinra, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy a zene és a hit kapcsolatáról kérdezzem önt. Hiszen tudjuk, hogy ez a kapcsolat önnél mély. Hát a zene és a hit kapcsolat ősidők óta, amióta a Jóisten megteremtette a világot, az létezik. Az ember, a Jóistent, amikor már nem tudja szóban kifejezni, akkor jön a zene, és csak zenével tudja kifejezni, és a mindig a zene elsődleges szerepe volt, akár Dávid király zsoltáraira, hárfájára, akár Pál apostolnak a zengetek citerával, és énekeljetek hangosan az Úrnak. Ezek mind a zene és a művészet kapcsolatáról szól. A hit az ugye ott kezdődik, amikor már az értelem már nem képes megmagyarázni valamit. És ugyanakkor a zene meg ott kezdődik, amikor szóval nem lehet kifejezni valamit, és így ez a két látszólag anyagtalan dolog, ez a két csodálatos dimenzió, hogy hit és zene együtt találkozik. Reform, megújulás, ugye, ez manapság nagyon divatos szó, sokszor kicsit le is járatott. De a megújulásra szükség van. Szükség van mindig, hogy az ember frissítse magát, saját magát is megújítsa, és ennek a megújulásnak az mind eredménye a hit, két fontos keresztény magatartásnak, a hitnek és a reménynek. Amikor a keresztény világról beszélünk, a reformáció hozta többek között az anyanyelv használatának igen, is. Igen. Azt hiszem, hogy ez rendkívül fontos a zenében is. Hogyne? Ez hiszen kezdjük rögtön Németországnál, ott a latin liturgikus szöveget felváltotta az anyanyelvi ének. Felváltotta, ugyanúgy, ahogy később Magyarországon is, a magyar nyelven írt a zsoltáros könyvek szólaltak meg. Igaz, hogy azt Genfből hozatták sokszor, a Hugenotta énekes könyvet lefordítva magyar nyelven, és abból lettek ugye református zsoltárok. És később aztán ezeket a zsoltárokat, a protestáns zsoltárokat aztán a katolikus egyház is átvette, és akkor is nem csak a anyanyelv használatában volt különbség, hanem a zenében a többszólamúságnak a bevezetésében is. Addig igaz, hogy csodálatos gregoriánok szólaltak meg, és ez fantasztikus volt a középkorban a gregorián éneknek a szerepe, ezek az egyszólamú dolognak, de később itt harmóniát kapott. A zsoltár ugye visszanyúlt, a protestáns zsoltár a régi ószövetségi zsoltár fogalomhoz, de azt megharmonizálta. Szóval Dávid király 150 zsoltára az aztán szerepelt szövegben a genfi zsoltároknak a dallamára. Ezek mind szörnyen érdekesek, és a zenében is például Brahms, Az volt egy csodálatos ötlete, hogy a requiemet írt német nyelven. És nem a liturgikus, ez is Ein deutsches Requiem, német requiemnek.
De ugyanúgy a Szentírásnak egyes passzusait használja föl, vagy a Jelenések könyve, vagy a Dávid király Zsoltára, vagy Pál apostoli leveleiből, innen-onnan a leglényegesebb mondatokat összeveszi. És tényleg egy zenetudós mondta rám, hogy annyira német volt, hogy még a Requiemjét is németül írta meg, de akár a Wagnernek, a mindig másik nagy protestáns zeneszerzőnek a Parsifalja és a Münchengi Mesterdallok. A Münchengi Mesterdallok a protestantizmus első évtizedében játszódik, evangélikus templomban, és a gazdag polgároknak a vallása. Igen. A hit és a remény, illetve a zenei, illetve a kulturális megújulás közé tehetünk mi egyenlőségjelet? Miként látja? Arról van szó, hogy ez manapság is érvényes, és mindig. Tehát, hogy ugye Berenzorban, ahogy előbb reagáltam is rá, a hit és a remény együtt a szeretetet emlegeti az ember, de a hit és a remény mellé valóban a kulturális megújulás akkor is szerepet játszott, hiszen más jellegű szertartások, más nyelven történtek. Na most ez a megújulás, ez mindig szükséges, hogy legyen. Minden a legalábbis a kulturálisra értem. Az mindig fontos, hogy ez együtt, és a hit vezesse valóban, főleg a hit. Erre tényleg ezt én is így érzem. Esett szó Brahmsról és Wagnerről. Igen. Hát akkor beszéljünk egy kicsit Bachról, a protestáns zene apostoláról. Igen. Hát Bach az egyedülálló, nehéz megfogalmazni. Bach minden zene kezdete és vége. Ezt egy nagy zenetudós határozta meg. Beethoven csak röviden annyit mondott, hogy Bach mindannyiunknak ős atya. És vagyis, hogy belőle táplálkozunk, rendkívül nehezen hagyja magát megközelíteni, és utolérhetetlen az a zeneszerzői technika és tudás, és az a hit és kifejezés, aminek az a szolgálatába állítja. Ő maga ügye, hát én voltam Lipcsében a Tamás templom környékén, nem tudtam bemenni, de a környékén voltam, és megkapó az ahogy erő, ami árad, még magából a szoborból, meg a helyből is, és hogy ember meggondolja azt a fantasztikus életet, hogy hétfőn kedden megkomponált egy kantátát, akkor, és szerdán, bocsánat. Sütörtök péntek szombat betanított a gyerekeknek és a szólistáknak és a hangzásnak, és vasárnap egy istentiszteleten előadták. Ez általános gyakorlat volt, és egy olyan mesterségbeli tudást nem csak saját maguktól, magától, Bachtól követelt, hanem az egész előadás gárdától. Egy ilyen kantátát mutatok be most is, ami ugyan nagyvonalon, kicsit terjengősebb, mint a többi kantáta, viszont konkrétan egy eseményre írodott a reformáció emlékünnepére, mindig ezt az úgynevezett 42-es Zsoltárt vagy kantátát adták elő, ami hát az evangelikus főkorál, a Festeburg Erősvára mi istenünknek a dallamát hozza fel. Tehát az elv és a gyakorlat is, hála Istennek, itt most egyre inkább, és nem csak az 500 éves évforduló kapcsán, hogy zenével kísérjétek az Urat, és tánccal tehetjük hozzá.
Amikor viszont azt mondjuk, hogy a művész Isten kegyelmének legfontosabb ajándéka az ember számára, ugye ez szintén egy kálvini gondolat, akkor megállapodhatunk abban, hogy a protestáns zene, illetve zeneszerzők, ha nem is divatosak, mert ez rossz szó erre, de egyre inkább teret nyernek, és nem csak az évfordulón. Ezt kimondhatjuk? Már a protestantizmus zeneszerzését? Vagy igen. Igen, ezek legalábbis én csak Magyarországról tudom, hogy ezek a protestáns éneket, ezek népénekek voltak. Kevés ismert költője volt, de tulajdonképpen annyit tudok, hogy Luther maga is írt korálokat. A Hans Sachs, a Meserdalok főhőse. Az is írt zsoltárokat, és itt Magyarországra pedig a Németországban, a Wittenbergben és más helyen tanuló felvidéki diákok hozták ezeket a énekeket. Ezek nagy része elpusztult, de jellemző módon a felvidéken és Erdélyen, tehát ami a történelmi Magyarországhoz tartozott, mert hiszen gondoljuk el, hogy Magyarországon akkor mi volt, hát a török terjeszkedés itt dúlt, és a művelődési, szabad ez úgy jó értelemben, a művelődési központok és nagy helyek, nagy városok török kézre kerültek, mecénások elmenekültek, és így felvidék, aki még Buda eleste után is megőrizték kiváltságaikat, azok vitték tovább a protestantizmus zenéjét, és költöttek is meg a 1000 éves határ másik oldalán, Brassóval is. Ott is költötték, és ezek nagy része a Bártfai és a Lőcsei gyűjteményben maradt csak fenn, egyéb helyeken pedig nagyon sok elveszett. Beszéljünk hétfőről, hiszen most készülnek arra a koncertre, amelyre hétfőn kerül sor a Vörösmarty Színházban. Mit hallhattunk az Alba Régia Szimfonikus Zenekartól, illetve a meghívott szólistáktól? Igen, a koncert az hétfőn lesz, és a két nagy protestáns zeneköltő, Bach és Mendelssohnnak a művei. Ugye hát Mendelssohn az kifejezetten Bach vallásúnak mondta magát. Egy nem titok, hiszen mindenki, egy dúsgazdag bankár, kikeresztelkedett bankár család, édesapja is már luteránus volt. És de annyira a reformációban és a evangélikus vallásban van élt, hogy nem csak ebben, hanem a Lobgesangban, meg mind az egyéb vallásos műveiben is rendkívül mély hit hatja őt át. És hát ugye nagyon sokat köszönhetünk Mendelssohnnak abban is, hogy a Máté Passiót felfedezte nekünk és megtalálta. Nem véletlen, hogy három mű is tulajdonképpen az evangélikus főkorált a Festeburg témát használja fel. Fölcsendül a végig a Bach kantátába, a Mendelssohnnak a zsoltárjába és a Mendelssohn reformáció szimfóniába is. Mendelssohn 5. szimfóniája ez, és ez valami egy másfajta gondolatot is kicsit ébreszt bennem, hogy a nagy zeneszerzők azért életük utolsó alkonyán azért csak-csak visszakanyarodtak, nem is vissza, hanem szóval megmagyarázhatatlan módon a hit felé és a vallás felé fordultak, és úgy fejezték be a pályájukat. Hát Wagnernél is, hát a Mesterdaloknál tökéletesebb mű, nem, ott opera nincs. És mégis a Parsifalt utána megírta. Verdi a Falstaff, azaz a szenzációs csodálója után, csak a Quattro Pezzi Sacrival, a négy vallásos énekkel fejezte be művét. Vagy Rossini, aki már érezte azt, hogy hát közeledik a elköltözés ideje, akkor félretette a főzőkanalat, ugye mert szakás volt, és megírta a Stabat Matert. És ugyanígy Mendelssohn is a végén, az utolsó 5. szimfóniában, a Skót, az olasz, meg a Lobgesang és a Vonos szimfónia után,
megírta ezt a reformáció szimfóniát, ami egy hitvallás és egy alapköretétel életére, és a hit az átmenet elköltözésre, elmenésre. Több kísérő program társul a Csók István képtárban látható Aba Novák kiállításhoz. Legutóbb Demeter Zsófia történész beszélt az 1938-as Szent István emlékévről. Vitéz avatás a Romkertben, a Szent Jobb érkezése és Prohászka Ottokár püspök újratemetése, valamint 1848 óta az első és eddig egyetlen kihelyezett országgyűlés Székesfehérváron. A legfontosabb események az 1938-as Szent István emlékévből, amelyek történetét csütörtök este Demeter Zsófia idézte fel. Mind a két serpenyőben került valami. Amiről ma szó lesz, az a három nagy esemény, amelyet eleve is így kezeltek az események eltervezői már 1936-ban, hogy ez lesz a három legfontosabb esemény. És íme 1938-ban így is történt. A vitézavatás került Fehérvárra, ami mindig a Margit szigeten szokott lenni, előtte is és utána is. Aztán érkezett a Szent Jobb országjáró körútjának első vidéki állomásán Székesfehérvárra érkezett. Ugyanezen napon temették újra Prohászka Ottokár püspököt, aki 1927-ben hunyt el, és közben felépült az emléktemploma, tehát 38. június 1-én költözött mostani helyére az emléktemplomba Orbán Antal sír emlékébe. A harmadik esemény közjogi szempontból volt fontos. Az első kettőre mondhatjuk, hogy a kard napja, és mondhatjuk, hogy a hitélet napja. A harmadikra viszont az állami ünnepek napját kell mondanunk, hiszen itt 1938. augusztus 18-án 400 év kihagyás után Székesfehérváron országgyűlést rendeztek. Az augusztus 20-i ünnepet pirosbetűs ünnepé avatva jött össze az országgyűlés, és annak két háza együttesülésén döntött. Ugyanaz nap, ugyanabban az órában a kihirdetési záradékkal is ellátták, tehát törvényerőre lépett az 1938-as 24. törvény, közkeletű nevén, akkor legalábbis közkeletű volt a Lex Albensis. Ezt nekünk illik megjegyezni, hiszen a fehérvári törvényről van szó. Elnök társam,
és az országgyűlés egybegyűlt tagjainak nevében is mély hódolattal és tisztelettel köszöntöm Magyarország főméltóságú karbenzóját, aki az országgyűlés mai ünnepélyes együttes ülésén megjelenni méltóztatott. Tisztelt országgyűlés! Egészen kivételes törvénytézkedés alapján gyűlt egybe 4 évszázad után ma újra Székesfehérvár ősi koronázó város falai között a Magyar Országgyűlés két háza ünnepi együttes ülésre, a Szent István király halálának 900. évfordulóján mélységes kegyelettel és hálával ünnepélyes formában adózzék apostoli első nagykirálya áldott emlékének. A magyar törvényhozás méltó kifejezést kívánvár adni annak a hálának és hódolatnak, amelyet Szent István király halálának 200. évfordulója alkalmából. A nagy király soha el nem múló és soha el nem halványuló emlékezete iránt érez, az 1938. évi 24. törvénycikk megalkotásával elhatározta, hogy a mai napon megjelenik Székesfehérvár ősi földjén, és az isteni gondviselés iránt érzett hálával, és a történelmi megpróbáltatásokban megedzett, törhetetlen nemzeti öntudattal megörökíti a keresztény magyar államot megteremtő, és a magyarság európai küldetését megalapozó első szent királyunk emlékét. Fehérvár nagynapjai 1938-ban. Ezt a címet kapta a csütörtöki előadás, amelyet a Csók István képtárban tartottak, és amelynek az Abba Novák kiállítás képei adtak keretet. No és persze a mester városházi freskói, amelyek megörökítették az egykori fontos eseményeket. Csók István képtárban most látogatható kiállítás olyan színes képet ad Abba Novák Vilmos alkotói munkásságából, amilyet a fehérváriak eddig még soha nem láthattak. Ennek részeként is érdemes szemlélni a mester ma is látható freskóit, és végig gondolni, mit adott neki és a fehérváriaknak az 1938-as ünnepségsorozat, és mit hagyott róla munkáival emlékül ő nekünk. Hogyan örökítette meg ezt az eseményt Abba Novák Vilmos, és miért fontos, hogy ez még ma is látható a Városházán? Abba Novák Vilmos több alkotást készített ennek az eseménysornak a kapcsán. Először is ugye a Romkerti Mauzóleum megbízásait kapta meg, és annak az összes falát etaponként megfestette. Később a Vitézi Székházban is készült egy Abba Novák alkotás, a falra sajnos nem találtuk ma már nyomát, és hál' Istennek a Városházán a város jeles polgármestere Csitári Emil megrendelésére ezt a 3 eseményt, amelyet tehát már régen elhatároztak, és most megvalósítottak, örökítette meg. Ez a 3 esemény, aki arra járt, egyszer is, és ajánlom, hogy aki még nem, az nézze meg, az fogja látni, hogy a vitézi avatásnak a szekkó részlete az befejezetlen maradt, hiszen Abba Novák Vilmos nem tudta befejezni más munkája, illetve korai halála miatt. Mind a mai napig ezt őrizzük, hogy ez befejezetlen, másik 2 viszont nagyon szépen kidolgozott, és a 2 jeles eseményt ábrázolja, azokat a napokat, amikor Fehérvárnak, az akkor 40 000 fő körüli Fehérvárnak vendége érkezett körülbelül 2-3-szor annyi, mint amennyi a lakosa volt. Azért ez nagyon nagy szó szervezésileg is. A Banovák egyébként érdekelt volt az ünnepségeken is, függetlenül attól, hogy megbízásokat teljesített, hiszen a vitézavatáskor 9-ként őt avatták vitézzé, tehát 38 május végétől már vitéz Abba Novák Vilmosnak kell nevezni, és részt vett az országgyűlésen is meghívottként a Romkerttel kapcsolatos összes alkotót az országgyűlésre hivatalosan meghívták. Látható is a napról beszámoló filmhíradóban,
az, hogy abban Novák Vilmos magyarázza a közben elkészült első szekkót a romkertben. Miért fontos visszatekintenünk erre a 38-as emlékévre, vagy akár a 88-asra, a 2013-asra? Mi az, ami miatt önt megfogta ez a téma, és ami miatt kutatja, amit üzenhet nekünk? De pontosan az, amiért ezeket egymás után sikerül elmondanunk minden alkalommal, immár több egyszerre, hiszen Szent István éveket ünnepeltünk ezekben az években, és eddig legalábbis minden Szent István év a Szent Jobb látogatásával kapcsolódott össze, és azt gondolom, hogy ezek nagyon erős jellemzők Fehérvár szakrális központi vagy történelmi fővárosi szerepének a jelzésére. Ha jól őrizzük ezt a hagyományt és ezt a Szent István tiszteletet, nem csak augusztus 14-én Fehérvár fogadalmi napján, a korona felajánlásának az emléknapján, hanem máskor is, akkor biztos, hogy jól őrizzük ezt a hagyományt. A Színek és Színek megint című tárlathoz több előadás is kapcsolódik majd az elkövetkező hetekben. A Novák Vilmos alkotásai és a kísérő programok miatt is érdemes ellátogatni a Csók István képtárba. Ezen a héten is két érdekes előadással várják a látogatókat, mert hogy 80 éves a Csók István képtárban látogatható Abba Novák pannó, ehhez kapcsolódik majd a két előadás, érdemes ellátogatni rá. Paletta magazinunk végére értünk, legközelebb egy hét múlva a szokott időben jelentkezünk, de kulturális híradó lesz holnap is a Fehérvár televízióban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!